Sziasztok, itt vagyok egy újabb Sims epizóddal, úgyhogy vágjunk is bele, ugye ott hagytuk abba, hogy a srácok itt vannak az egyetemen, és gondoltam, próbáljuk is ki, hogy mi minden szuper dolgok vannak itt, úgyhogy kezdjük egy kis biliárddal. Egyébként már a kommentekben nagyon régóta hallgattam, hogy változtassam már meg a kinézetüket, úgyhogy egy kicsit hozzáigazítottam a személyiségükhöz, nem szórakoztam vele túl sokat, de már annyiszor olvastam, hogy úgy gondoltam, itt az ideje, hogy ennek eleget tegyek. És most biliárdoznak. Megy fel a társaságunk, megy fel a szórakozásuk, szuper. Egyébként most vasárnap délelőtt van, úgyhogy még van egy teljes nap addig, amíg el nem kezdődik az iskola. Ha jól tudom, egyébként ilyenkor kezdéskor van valami összejövetel buli-szerűség az egyik főépületben, amiről majd fogunk kapni üzenetet. Nem. Igen, ismerkedős rendezvény a Diákszövetség épületében. Na, milyen jól emlékeztem. Úgyhogy azonnal el is indulunk oda. Megnézzük, mi a helyzet. Ja, egyébként itt a látkép az szerintem baromi jó, meg tényleg ezt fantasztikusan megcsinálták itt ezeket az egyetemi épületeket. Nekem nagyon-nagyon tetszik. És ezeknek a legtöbbi egyébként féregjárat, kivéve ez a Diákszövetségi főépület, ami egy-egy ilyen esemény alkalmával bejárhatóvá válik. És kaptunk valami plusz hangulatjelzőt, iskolai büszkeség. Ja, mert itt van valahol az egyetemi kabala. Aha. Oké, szóval itt az a lényeg, hogy elolvassuk az órarendet, a tanrendet, lecsapunk az ajándékokra. Csoki, üdítő, frisbee, babzsák, foci. Utána meg beszélünk a professzorral. Te is ugyanez? Nos, ez Davidnek a levele, blablabla, bla, bla, el lehet olvasni, semmi extra nincs benne. Igen, ez pedig a tanterv. Szóval, akit érdekel, az nyugodtan állítsa meg és olvassa el. Én nem különösebben szeretném most ezt elolvasni. Úgyhogy, szuper tábortűzés buli, jó, hogy ott leszünk. Persze, ezért jöttünk egyetemre, hogy szétbulizzuk magunkat. Ugye? Ja igen, a professzorral próbál beszélni, de ezek szerint a professzor ott közben elgondolkodtam, ott szó közben éppen beszélgetett valamással. Szuper. Édességet enni. Nézzük, mi minden van itt. Ezeket még otthonról hoztuk. Régi házi feladat, az se fog kelleni. Ezeket majd szerintem kirakom a szobában a falra. Nézzük, van egy tudásterhe hátizsák. Wow, reflexológia, az izommemórián túlmutató edzésmódszerek. Csontkollekció anatómia, mint a csontváz. És egy óriás nugát meglepetést sikerült csórnunk onnan az asztalról. Meg is eszi gyorsan, hogy teljesítse ezt a vágyat. És beteg is lettél a gusztustalan csoptól. Jó, van, semmi gond. És szeretne találkozni egyébként menőarccal. Igen. Tehát az egyetem kapcsán jönnek be ezek a szociális körök, ami arról szól, hogy itt például láthatunk egy lázadót. Lázadó, kocka és menő ilyen csoportok vannak, és ebbe tartoznak emberek, és különböző interakciók is vannak ezhez kapcsolódóan, úgyhogy ezeket meg fogjuk nézni. Ezek itt mind kockák. Ő itt egy lázadó. Keresünk egy menőarcot. Nincs egy menőarcunk se. Hát ez nagyon kár. Na nem baj, addig... Igen, már megnéztelek, ugye? Aha, te lázadó vagy. Ugye az a terv mindenképp, hogy Daviddel menők legyünk, de addig is nézzük meg, hogy egy kicsit szórakozzunk az automatával, mert ez egészen vicces. Te, Borzi, veled mi történt időközben? Te is felmarkoltál mindenfélét, és rendben vagy. Te pedig találkozz egy lázadóval. Itt van egy lázadó. Őt pedig lázadónak szeretném, mert ugye szeretne graffitizni, és ez az élet álma, úgyhogy miért is ne? Ja, és szeretne szénsavas üdítőt inni, úgyhogy vele pedig mindjárt megisszük az üdítőt. Na nézzük Davidet, amint elpáholja az automatát. Ez azért vicces, mert
hogyha sokáig csinálja az ember, akkor egy idő után az automata adni fog különböző cuccokat. Például, mint most adott egy óriás nugát meglepetést, amitől az előbb hány ingerünk lett. Király. Ja, kb. Ennyi. Itt fönt nézzük, nincs semmi érdekes. Ó, vannak videójátékok. De az igazából a kockáknak a csosszogó árnyak éjszakája 4. Hát ez fantasztikusan hangzik. Úgyhogy a videójátékok az inkább a kockáké, ők ilyen videójátékosok, képregénybolt is szokott lenni, és igen, ez így a kockák kiváltsága. Itt mit lehet? Innivalót. Organikus keverékek, wow! Energiaitalok, gyógynövénytek, azt rohadt. Fú, vegyünk egy fánkot. Még, ezt még soha nem is próbáltam ki igazából. Nem tudom, hogy egyből itt meg fog jelenni tányéron, vagy mi lesz a helyzet. Ó, kaptam egy fánkot. És most elmegy, leül és megeszi. Ó, ez tök szuper. Én is ennék egy fánkot. Basszus most. Jó. Igazából, melyik a férfi ez? Ahogy elnézem, egészen rendben vannak a fiúk. Itt azt akartam nézni, ez az 15 000 boldogságpont, úgyhogy végre megvesszük az acélhólyagot Borzinak is, hogy ne kelljen állandóan WC-re rohangálni, főleg, hogyha a játék szeretné esetleg behozni ezt az ablakot. Köszönöm szépen. Itt van. Szuper, 10 000-ért meg is vettük. És egyébként ide tartoznak ezek a szociális körös dolgok is, befolyást lehet nyerni a különböző körökben 2000 boldogságpontért. Szerintem menjünk is vissza a koliba, és ott is nézzünk körül, már délután van, és igen, fogunk menni a tábortüzes buliba, másnap pedig suli van. Úgyhogy egyébként még haza nem érnek, le is csekkolhatjuk az órarendet, ami Borzinál úgy néz ki, hogy hú, mennyi órája van. Hétfőn, szerdán és pénteken déltől kettőig, majd 4-től 6-ig előadásai vannak, és van még egy előadás csütörtökön déltől kettőig, és van egy csoport foglalkozása kedden déltől. Oké, ez elég sűrű, ez emiatt van, mert ugye nagyon sok kreditet felvettünk. Itt pedig látjuk Borzét, ugyanabban az időpontban vannak órái, csak látszik, hogy itt ilyen művészeti előadás, meg a férfi lélek művészete egy, ez milyen tantárgy, basszus. Örültem volna, nekem az egyetemen lettek volna ilyen kamu tantárgyaim, de ja. Úgyhogy elég sokat fognak suliba járni, és egyébként kell is küzdeni azért, hogy jó jegyeket kapjanak, úgyhogy nem csak móka és kacogás lesz itt az egyetemen az élet. Milyen bejövés a most? Ó, azt, hogy kezdődik a buli. Igen, itt már régen SMS-sel kommunikálnak a srácok egymással, irány a buli. És téged nem hívtak meg? Ennyi. Aj, ez egy menő csávó, azzal nem ismerkedünk. Egy lázadót keresünk. De nem az vagy, na mindegy. Nem is tudom, hogy milyen interakciók vannak, szobatársak. Küldje el a szobatársát. Ja igen, el tudjuk küldeni őket a koliba, hogyha nem szeretjük őket, de... De hát most nem fogunk senkit elküldeni, miért küldeni őket. Oké, menj arrébb. És most barátságos bemutatkozás. És utána pedig... Wow, szobrászkodásról egyetemről. Csevegjen, ismerje meg, játszunk kőpapírólót, kérdezze a napjáról, pam, és addig gyorsan megnézzük, hogy David hol is tart. Fú, de jól néz ki ez a bicikli így, hogy még nem töltötte be. Na, lássuk, elérkeztünk egy, ez egy... Igen, ez nem egy kollégium, hanem ez egy ilyen ház, ahol laknak az emberek, és bérlik a házat. Úgyhogy itt vagyunk a tábortűzés bulin, nézzük is meg, hogy van-e tábortűz.
Ó, remek, igen. Ez történik, amikor az ember elér az egyetemre, állandóan jönnek a vágyok, hogy szaladgáljunk meztelenül a városban. Oké, fogunk. Viszont gyújtsuk meg a tábortüzet, ha már egyszer tábortüzes bulin vagyunk. Gyere. Wow, és elegáns öltözetet írtak elő. Nagyon komoly buli. és a medence is. Wow, elég jól néz ki. Tudunk rá fát dobálni, megpiszkálni. A kémcsövet beledobni, az egészen vicces. Mindjárt meglátjátok, most csak egy kicsit megpiszkálja. Dobj rá kémcsövet, gyerünk. Most. Oké, zöld lett tőle a tűz, és mindenkinek lement a higiénia, mert valószínűleg rohadt ügyes. De bazsalika maggal meg tudjuk fűszerezni is. Ja, hát ezek viccesek. Dobjunk rá fát, tegyünk egy igazi hatalmas nagy mágiát. Egyébként szoktam így szórakozni, hogy mindent hozottam próbálni játékban. És elvileg lehet még ennél egyen nagyobb tüzet rakni, igen. Nem tudom, hogy még nagyobb lehet, most kipróbáljuk. Szerintem lehet. El is felejtettem, hogy... gyógynövényt jól adagolás. Hogy ugye David milyen jó, mert ilyen kis elcsönős, úgyhogy el is csinálhatunk valamit. Például innen. Mire kellett kattintanom? Így. Csenjen el valamit. Yeah. Valamit vigyél el, gyerünk. Eltett egy széket! Yankee Doodle étkező szék. Szuper! Na jó, villancsunk egyet, vagy igazából most már elég késő van, úgyhogy húzzunk haza. Igen, elegendő befolyáshoz kell jutnia ahhoz, hogy csatlakozhasson a menők klubjához. Ezt mindenképp meg fogjuk nézni, mert szeretném a maximumra vinni mindkét srácot a saját... a saját szociális körükben. Úgyhogy Borzi nagyon ügyes, le is feküdt aludni, hogy szépen kipihenje magát a holnapi napra. David épp hazatart, és nem árt arra lezuhanyozni sem, mert rohadtul büdös szerencsétlen. Gyere, gyere! Oké, le is zuhanyzott. Vagyis még lezuhanyzik, utána pedig őt is elküldjük aludni. Borzi lassan fel is fog ébredni, úgyhogy gyorsan leküldjük kajálni a kajáldába, mert eléggé lent van az éhsége, mégpedig egyen egy kis gófrit, utána pedig majd David is. Egyébként... még ezt nem tudom. Szóval azt akartam kinyugni, mielőtt elgondolkodtam, hogy az energiájuk most elég lassan ment fel, úgyhogy mindenképpen át kell majd nem is átrendezni a szobát, de venni legalább egy... jaj, ne... lejárt a határidő Davidnek a villantásához. Hogy gyorsabban ki tudják aludni magukat, mindenképp kell új ágyakat vennem legalább. De majd ezt idővel megtesszük. Jaj, de akad, igen, ez előfordul egyébként, főleg, hogyha itt vagyunk az egyetemen, egy kollégiumban, egy csomó NPC-vel, ráadásul bejönnek az évszakok is, és elkezd esni az eső, vagy valami hasonló. Igen, ilyenkor ez kicsit probléma. De most mindketten csinálnak kaját, esznek, aztán mehetnek is majd suliba. Hányra? Azt hiszem délre? Igen. És akkor majd megnézzük, hogy hogy tudnak jó jegyeket szerezni, vagy ilyesmi. Nem zuhanyoztál le? Csak úgy kérdezem. Na most folytasd. Aj! De már nincs ott az útban, na! Ne legyél ilyen béna. Leszomhajzott, mielőtt lefeküdt aludni, szóval nem tudom, mi a gond. Borzi viszont tök faszán van. Viszont azt hiszem, ez egy lány. Aj, mindig meg kell nézni a hülye ajtókat.
Na, nincs rajta semmi. Akkor lehet, hogy mindenkor edukált. Ah, ráadásul elégette a kaját. Jaj, Istenem, David. Te kis bén vagy. Csörög a telefon, de nem tudjuk felvenni. Mert pont letették, mire felvettük volna, úgyhogy nem is tudom, hogy mit csináljunk veled addig. Nézzünk körül. Például nézzük meg a fali újságot, álláshirdetések, és legyen egy bátorságpróba. Nem? Napi megbízás. Nézzük egy napi megbízást. Ezzel lehet pénzt keresni. Nem, kösz. Na jó, akkor nézzük bátorságpróbát. Oké, fogunk graffitit készíteni, mindenképp csak előbb el kell menni a suliba. El is fogom mondani, hogy miért. Úgyhogy most nincs mit csinálnod, addig asztali teniszez Daviddel. Változatos kedvéért nem is evett, meg a társasága is szar. Szegény gyerek, nincs valami jól. És hamarosan elkezdődik az első tanórájuk, úgyhogy már nem is fognak tudni játszani. Dolgozzon keményen. Meg itt ad az üdítődet, igen, látjuk. És te is dolgozz keményen, így első körben. És most, hogy elérnek a suliba, meg is jelent itt a teljesítmény mutató. És ezt nyilván, hogyha a maximumig fölpedálozunk, akkor lesznek ötösök. Hogy tudjuk felpedálozni? Az egyik dolog az az órára járás, ami nagyjából úgy működik, mint az iskola, meg a munkarendszer. Kiválasztom, hogy milyen intenzitással, vagy mit szeretnék csinálni. És akkor látjátok is, hogy mivel órán vagyok, folyamatosan megy is fölfele ez a teljesítménymutató. A másik a tanulás. A számítógépen, vagy okostelefonon, vagy tankönyv segítségével, vagy tanulócsoportban lehet konkrétan tanulni. És ettől megy följebb. A harmadik a vizsgázás, aminél nyilván vizsgázni fogunk, tehát azt nem nagyon lehet már tanulásra használni. Viszont nyilván, hogyha a vizsgán nagyon oda koncentrál, akkor jobb jegyet tud elérni, mint általában. És az utolsó, és szerintem a legfontosabb, ez a jártasságok növelése, vagy tárgyak használata, ami Borzi esetében azt foglalja magába, hogy mivel művészeti egyetemre jár, ezért graffitit, hogyha csinál, hogyha fest, főz, vagy gitározik, vagy a vázlatfüzetét használja, akkor folyamatosan fejlődik. Davidnél pedig nyilván az erőnlét és az anatómiai mintacsontváz használata, amivel jobb jegyeket tudunk kicsikarni. És a tanárok is megdicsértek minket, az is fontos egyébként, hogy a tanárok mennyire szeretnek minket. Látszik is, hogy kaptunk pozitív hangulatjelzőt az első tanóra miatt, úgyhogy szerintem ennyi fért a mai részbe, és örülök, hogy végre elkezdtük az egyetemet. Ezután szerintem tök izgalmas lesz, meg egy csomó új dolog vár ránk, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!